A csörgőlabdát 2001 óta játsszák Nyíregyházán a Fehérbocs Sport Egyesület szervezésében. Az elmúlt években Nyíregyháza mellett egri és budapesti csapatok szerepeltek a bajnokságban, mostanra viszont megduplázódott a részvevő együttesek száma. Az első alkalommal megrendezett nyíregyházi bajnoki fordulóban az említettek mellett Szombathelyről, Pécsről, Sárospatakról és Tatabányáról is érkeztek részvevők. Mi nyíregyháziak, hogy a hátsó mezőnyben vagyunk, de úgy látjuk, hogy a küzdelemnek sokkal nagyobb jelentősége van, hiszen azt látjuk, hogy amikor látássérültek sportolnak, arra mindenki odafigyel is. Egyrészt a mi örömünk is a sportolás, másrészt pedig azok számára is példát adunk, akik egészségesek, hogy lám milyen jelentősége van a rendszeres testedzésnek, a sportolásnak vagy a küzdelemnek. Én azt gondolom, hogy az játék öröme, ami a mi dicsőségünk ebből a szempontból. És hát most egyelőre meg kell küzdenünk a mezőny második harmadában a helyezéseket tekintve. A Magyar Kézilabda Szövetség keretein belül működő csörgőlabda szakák vezetőinek célja az, hogy a vakok és gyengénlátók közül minél többen kipróbálják a sportágat. Csörgőlabda sportág a Kézilabda Szövetség berkein belül működő sportág, tehát a Magyar Paralimpiai Bizottság integrálta a Kézilabda Szövetséghez ezt a sportágat. Ez kifejezetten látássérült emberek részére kitalált és feltalált sport, ezt a II. Világháború után megvakult katonák részére találták ki, rehabilitációs célból, és abból nőtte ki magát egy rehabilitációs sportból paralimpiai sportággá. A paralimpián ez az egyedüli olyan sportág, amely nem adaptált, tehát nem egy meglévő sportnak az átdolgozása, hanem ez kifejezetten csak látássérült és vak sportolók játszhatják. Magyarországon a magyar bajnokságban 5 csapat játszik a felsőházban, 5 csapat az alsóházban. Körülbelül olyan 120-140 fő az, aki aktívan sportol és regisztrálva van. Azon vagyunk, hogy ez minél nagyobb szám legyen, és hogy minél több látássérült embert be tudjunk vonni ebbe a sportba. A nyíregyházi tornát a Tatabányai együttes nyerte, míg a hazaiak 4 vereséggel zárták a rendezvényt.